Köszöntök szépen mindenkit, szép jó estét kívánok! Chris Tracker, élő közvetítés, Eurotrack Simulator 2. Az olyan, ezek mind olyan dolgok, amik szerintem már megszokottak a követőimnek, az új nézőket pedig beavatom, hogy itt erről van szó ezen a csatornán. Nos, ezúttal egy térkép mod mappal fogok foglalkozni. Ez pedig nem lesz más, mint a Track Sim Map névre hallgató térkép mod. Alapvetően, be is lépek gyorsan a térképbe, szóval alapvetően az alaptérképet turbózták egy kicsikét fel, illetve az alaptérkép plusz a DLC-s területeket turbózták fel. Íme itt látható ez a térkép. Szinte kísértetiesen hasonlít arra a térképre, amit ugye alap szituációban láthattok, ha megvannak a DLC-itek. Itt van Anglia, Skandinávia, a Baltik területek, viszont lesznek benne kiegészítések, vagy található benne kiegészítéseket, mint például, ha ide lemegyünk, akkor megtalálható Genf városa játékban, vagy Orléans az alaptérképen Genf, illetve a francia DLC-ben Orléans város, valamint Magdeburgtól kicsit délnyugatra, itt látható kiegészítésképpen például Brocken, vagy Brocken, Sierke városnak a területe. Ezt meg is fogom majd mutatni, hogyha nem felejtem el majd a live végén, mert ez egy nagyon szép kis vár van itt, Sierke vár területe, egy nagyon szép kiránduló és turista övezet, és turista paradicsom, de alapvetően ennél több kiegészítés nem kerül bele a dologba. Viszont ami nagyon fontos, és nagyon nagy kiegészítés, az nem más, mint hogy bekerült ebbe a Track Sim mapba Spanyolország. Az a Spanyolország, amit már nagyon várunk az SCS szoftvertől is, hogy kiadják, és hogy multiplayerbe mehessünk rá. Valamint itt Olaszországtól keletre, megtalálható itt például Görögország, és Ciprus nagyon pici kis bejárható területe is. Úgyhogy ezzel a területre is majd, ha úgy alakul, akkor el fogunk menni. De a mai etapban csak és kizárólag Spanyolországgal fog foglalkozni. Be is jelöltem itt egy útvonalat. Észak és kelet-spanyolországi régiót fogjuk most bejárni, aztán megyünk tovább majd itt kicsikét körbe. Tehát igazából egy körutat terveztem Spanyolországban. Portugáliában nem tervezek átmenni, csak Spanyolországba fogok maradni. De az éppen elég lesz, hiszen ez egy ilyen jó, masszív, több mint 2500 kilométeres történet lesz. Úgyhogy erről fog szólni ez az élő adást, tartsatok velünk, hogyha gondoljátok. Mi pedig elindulunk ezen a térképen. Kicsit körülnézünk, a kiinduló város Gijón lesz. Ugyanaz, mint Franciaországban Dijon, a mustárgyártó város. De ez most Gijón lesz. Egy nagyon szép kis hajócska itt már úszkál a vizem. A Levinnek közben jó estét kívánok. A nézőknek is jó estét. Gyönyörű szép óceánjárók parkolnak itt a vizen, várják az indulást. A kikötők az mindig egy nagyon üde színfoltja a térképeknek, úgyhogy ezeket mindig érdemes kicsit jobban megnézni és pásztázni. Egész pofásra sikerült ez a Gijóni kikötő. Hopp, ott egy repülőgép. Arra nézzetek, ez mi? Hidroplán? Hú, de menő. Azt a mindenit. Hát ez nagyon pofásan néz ki. Már is egy nagyon klassz kis dolog ez. Na jó utat kívánunk, akkor jó repülgetést. Mi megyünk a területre. Ez pedig itt az, de nagyon szép. Ez egyrészt ugye a klassz kis kikötő. Köszi Levi a követést közben. Nagyon szép kis... Hát vár, igen, hadd várjon. Mi megyünk akkor tovább. Hú, de nagyon klassz ez a kis kikötő rész. Ki lehet menni a villágító toronyig. Nagyon menő. Köszöntelek Markus téged is. Jó estét kívánok. Egy ilyen közepes grafikán játszok egyébként. Tehát a legerősebben. Azokat a grafikákat húzom egyébként fel, amire fontos, hogy szükség legyen. Hát az pofásan néz ki.
Igyekszem olyan grafikán játszani egyébként, hogy ne nagyon laggoljon a játék, ne nagyon szaggasson, élvezhető legyen. Tehát nem, egyáltalán nem húzom fel a grafikát maxra. Itt lent pedig a... tenger zúgása. Ami nem hallatszik, viszont látjuk, hogy... morajlik. Na! Szóval! Még egyszer vissza egy kicsit a térképre, csak hogy tisztán lássunk. Szóval Spanyolországon belül Dijon város kikötőjéből indulunk, érintem Bilbaót, Begyúzt, lemegyünk Zaragózába, Barcelona, Valencia és Murcia. Ez az első szakasznak az útvonala lesz. Csak ugye, akik így képben szeretnének lenni, hogy merre megyünk, hogy tudják, hogy mi újság van. Na, köszi Levi. Hú, azta. Ki szemeltelt oda? Maga volt, uram? Hát mi ez a mocsok szemétség itt? Hát én is így nézem, zsebre baszott kézzel, barátom. Ki volt az, nem láttad? Környezetszennyező kurva köcsök. Aki volt. Veszem meg Anna, hát menjünk. Na, még annyit technikailag, hogy egy ilyen újszerű Volvo-val fogok menni. A legújabb Volvo-val megyek, most nem a régivel, nem a klasszikussal, hanem a legújabb Volvo-val, és ilyen magyar festésű történet lesz a pót. Szerintem is ezt mondja a levél. Ott izél, ő is így értetlenkedik, hogy ez mi a fasz, ez a szemétkedés itt. Szedd össze, mire visszajövök! Meg ne lássam, mikor visszajövök a sok szemetet. Kapsz rá 3 órát, mire ide visszajövök. Na, és szóljál rá legközelebb, hogy ne szórjon el senki semmit. Így a városokon belül ilyen free kamerákat nem tervezek csinálni, mert akik ismerik ezt a játékot, azok pontosan tudják, hogy gyakorlatilag mindenki... vagy hát minden város majdnem ugyanúgy néz ki. Nem nagyon foglalkoznak olyan szinten vele. Hát egy-két ilyen nevezetes város, mint például... Berlin, Franciaország, London, tehát ilyen fővárosokra néha így rámennek. Hogy kicsit máshogy nézzen ki, meg jobban nézzen ki. Hú, a helyi yard. Betartom a szabályokat, biztos úr. Remélem. Legalábbis egyelőre. Ugye itt most már normális forgalom van, tehát itt már nem multiplayerben vagyunk. Multiplayerben is óvatosan kell menni, meg óvatosan kell vezetni, de itt erősebb lesz a forgalom, mint mondjuk multiplayerben. Kivéve, hogyha mondjuk egy real operation van, ott erős a forgalom. De úgy. Jaj, bocsánat! Igen, jó, jogos. Kabrióban az úr meglepődött, ott kijöttem elé. Szerintem anyázott egy jót. Rohadt mocskos faszkalap kamionos. Ide jön a szécsenész. Oh-oh. Na, nézzük csak, hogy mik vannak itt. Kereket cserél, vagy mit csinál az úr? Ja, hogy sikálja, sikamika. Jaj, de szép lesz. Ragyogjon, uram! Gyönyörű legyen az a szép kamion. Gyönyörű, úgy szépen lett sikált, szép man. Ez az új man egyébként, ez a nagy ablakos. Na szép legyen ám. Egy pont kiszúrtam, hogy itten sikamikál az úr. Na, menjünk tovább. Jó munkát, ott megy a hidroplán. Majd tovább kell menni. Szóval nem csak a térképbe buheráltak bele készítők, hanem látható ilyen egészen ötletes dolgokat is beleraktak pluszban. Mint például itt is. Az igen! Mi történt itt? Baleset? Real operation van? Gyerekek! Főborultak ott elől a izék! A konténerek, ne benő! Ilyenkor mi van? Nem szabad erre jönni? Erre mutat a GPS. Bocsánat, jövök, vigyázzatok. Itt van, kijöttek a tűzoltók, a mentők. Mindenki itt van. Elnézést, nem akarom meghúzni a tűzoltóságot. Na ez így érdekes lesz, hogyha ilyen lassító részek is be lesznek építve a térképbe. Hát nagyon csúnya.
Komolyan mondom, ez a város, ez kész katasztrófa. Szemetelnek, konténereket nem tudnak rakni rendesen, állnak, bámészkodnak, senki nem csinál semmit. Jövök! Jó munkát az uraknak, lesz mit eltakarítani. Azt a mordasztó mindenit. Még el se hagytuk a várost, és már mennyi minden történik itt. Érdekes kis térkép lesz ez így. Elterelő hadművelet. Fel kéne lassítani. Na kollega, mutassa az utat. Merre megyünk? Új, itt mi van? Hát ott maguk mit csinálnak? Itt a rendőrség is kivonult. Állunk, állnak, azt néznek. Valamit. Jó, megyek. Nem feltétlenül így kéne, de mindegy. Aszfaltoznak, kérem szépen. Komolyan. Épül az új térkép részlet, biztos. Hát valóban itt volna az ideje, hogy végre valami hangulatosabb területet is kifejlesztenek az alapjátékba, úgyhogy nagyon várjuk Spanyolországot. Innen is üzenjük a fejlesztőknek. Ez már Bilbao, határozottam. Na, a kollega úr. Ó, milyen tartályos történet. És mennyi turista van itt már most? Vagy még hol van a szezon? Egy kis vasúti megoldás, igen. Tehenek! Hoho, sziasztok! Na, jaj, de szeretem a teheneket, ez már... Bocikák, jaj, de szép bocikák! És olyan jó, hogy most nem multibérelben vagyunk, ilyen is van idő, hogy ezeket nézegessük. Nagyon rendben vannak. Remélem, hogy nagyon sok... Hát kicsit áznak itt az esőben, áznak, fáznak, de... Jó van, remélem nagyon szép... friss tejet fogtok majd produkálni. És készül belőletek majd a finom... joghurt meg... Mi egymás. Rendben lesz. Ebből nagyon finom tej lesz. Én leellenőriztem. Na. Egy kis... tehén nézet. Megnézzük, hogy a kollega elhalad. Ők nem mozognak, ők csak így egy helyben állnak. Na én meg... Én is egy helyben állok, úgyhogy ezt hagyjuk. Inkább haladjunk tovább. Laci bácsi, én teljesen ki vagyok pihenve. Nem is tudod mennyire. Itt vannak a kollégáid. Mármint nem a tehén kollégák itt vannak. Azért is láttam meg egy picit, mert most lesz az ugrás. Egy picit. Na, már kezd nagyon besötétedni és nem tetszik ez az időjárás. Mondjuk legyen reggel 8 óra. Na, jó reggelt! A tehén uraknak. Jó legelkedést. Lámpa, lekapcs, mehetünk. És az eső is elállt, milyen kurva jó, nem? Vannak ilyen parancsok a játékban. Ugye egy kis gimnoska probléma van, hogy nincsen perfix single playerben. Ha jól tudom, azt még nem sikerült megoldaniuk. Úgyhogy ha nagyon motorhibás leszek, akkor majd meg kell látogatni szerverókat. És odafigyelős kanyaros lesz. Hát én szeretem a teheneket, most mit csinálják. Nagyon hasznos házi állatok.
nagyon sok finomságot tudnak gyártani a tőgyeiknek a terméke. Úgyhogy nem véletlenül rajongok ez ilyen haszonállatokért. Nyugyóval. Ez a helyi fasor, ami visszavezet majd minket a spanyol vidékekre, kellett Spanyolország fele, megyünk lefele. Tovább. Hát, igen. Hogyha normálisan be lenne ez a GPS állítva, akkor tudhatnám, hogy most jobbra kéne menni tovább. Igen, én pont így gondoltam, hogy ez a terelő nagyon rossz helyen van. Mennyivel jobb így? Ugye elférünk. Zaragoza! Az erdőn keresztül visz az út, Zaragozába. Határozottan ilyen erdős területek felé visznek, nem tudom miért. Azt akarják, hogy bujkáljunk biztos. Meg hát közeledik a húsvét, gondolom, hogy zöld erdőbe akarják, hogy járjunk. Folyamatosan. Nincs ezzel nagy baj. Addig örüljünk neki, amíg még vannak fák. Mert addig még talán levegőt is kapunk. Mi tovább folytatják ezeket a őserdő kiirtásokat. Mindenféle ilyen mamut cégek akkor nem sok jót. Ezt is már mondtam, hogy meg fogok tanulni Isten bizony magyarul beszélni, de még egy olyan nem sikerült. De dolgozom rajta. Szóval... nem sok jót jósolok a jövőben. Ez ügyben. De ne legyen igazam. Pedig haladunk tovább. Hát ez mi a lószának? Mi a lónak a jó istennyáját csináljátok? Hát arra visz az utam. Jó napot az uraknak! Van itt valaki? Nincs senki. Hát lezárták az utat. Arra meg nem vezet ki semmi. De megnézem. Hát biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. De semmi izé, hogy menjek te erre, vagy ne menjek. Tehát rohadtul felújítás van, de nekem arra kell menni akkor is. Hó, akkor viszont igen. Ha már megálltam, akkor javítunk. Itt van pont mellettem a szervizelőhely, na. Á, ott a szerviz. Csak ezt kerestem. A csavarkulcsot kerestem, hogy ez hogy sikerült. Na mindegy. Nem fértem be a kamionnal ezek szerint. Jó, értem. Az egy elég nagy probléma. Jó, értem. Beindul egyáltalán a kamion? Nem, értem. Jó. Rendben. Akkor mi az apáca faszopós édesanyámat csináljak még így? Így jöjjek be, akkor így jó lesz. Tessék. Parancsolj. A
azt a bágos kurva édesanyját neki. Sok mindent láttam már ebben a játékban, de vannak még, amikor engem is meglep meg dolgok. Maradjunk annyiba. Ehhez nem kell inni, Levi. A játék gondoskodik róla, hogy meglepjem. Szóval, ott tartottunk, hogy mielőtt beugrottam, hogy itt álltam, egy busz megálló, igen, szóval itt álltam, a szélkakassal szemben, így, megnyitottam a motort, és ki akartam kerülni ezt a... Így, ugye? Itt hagytuk abba az előbb, mielőtt sokkot kaptam. Ha tovább, még egy-két ilyen meglepetést csinálnak nekem ezen a térképen, ebből még akár 2019 best montázsai közébe kerülhet majd évvégén. Na mindegy, szóval kikerültem a problémás részt. És elvileg itt van elterelés, tehát ők is úgy gondolták, hogy itt menjek erre, igen. Maradjunk annyiba, hogy átjutottam ezen a problémás szakaszon, mehetünk tovább. Egyenesen. Na szóval, akik szeretnék ezt a térképet kipróbálni, aminek ugye az a címe, hogy Track Sim Map, azok számítsanak arra, hogy itt kitaláltak egy-két olyan dolgot, ami hát erősen bugos. Tehát, hogy be akartok ugrani szervízbe, akkor készüljetek arra, hogy ilyen háztetőn köttök ki. Vagy egyenesen a föld alatt megy ilyenek, de egyébként ezt leszámítva teljesen hangulatos kis térképről van szó, úgyhogy nekem nagyon bejövős. Fontos, hogy hangulatos térkép legyen, mert különben nem megyünk át majd a következő epizódba Görögországba. Ez mi volt? Már megint mit láttam? Lehet, hogy csak én vagyok ilyen... De ha már egyszer térkép... Nem a traktor, ezt ugye traktort, ezt láttunk már. Ez mennyire ötletes? Hordóból kiraktak egy szőlőt. Meg egy... szőlőlevél, gondolom. Itt meg ugye természetesen a szőlészet. Hát itt minden szőlő. Itt borászat van itt nagyon keményen, ott hátul van a borászat. Ja, itt van a hivatalos kiírás is. Dans le Jordan, vagy Dans le Jordan, 5 csillagos, bazd meg. Ide szerintem vissza fogok jönni. Megkóstolom a borukat, mert szóval 5 csillagos, meg ilyen hangulatos promóciót csinálnak a bejárathoz. Én nekem ez megér egy pohárka vöröset. Ezt bejelöltem a térképen, ezt a helyet. De vissza kell jönni. Ott volt a francia zászló. Levi Mákúr nyert. És szerintem ez volt a határ. Vagy nem tudom, mi ez a francia zászló, mindjárt meg... Ja, nem. Mi ez? Egy francia zászlós játszótér? Játéklovacska. Egy csúszda. Nagyon jó. Ezt is láttuk. Na, nagyon... Jön a kanyargós, gyerekek, jön a... Ez már gondolom a Pireneusokba hajazó dolog. Mondjuk valami ilyesmi. Szerintem ez már ahhoz tartozik. Hát akkor egyezzünk meg egy olyan, hogy Dél-Franciaországnak. Nagyon Dél-Franciaország. Annyira Dél-Franciaország, hogy már szinte Észak-Spanyolország. Ezeket a kanyarokat viszont már fölismerem a promócból. Ez már a Pireneusok. Már amit ebbe át tudtak abból hozni. Igen, ez elképzelhető, hogy ez valami iskola szerűség volt itt. Annak a játszótere. Azt gyaláztam meg. Ne menjünk. Kanyarunk egy kicsit a Pireneusokba. Ugye valamilyen szinten, szerintem kettő vagy három város erejéig beletették Portugáliát is, de arra nem megyünk. Csak Spanyolország. Szigorúan csak Spanyolországon belül gurulunk. Egyrészt azért, mert
Portugália nem annyira érdekes helyszín. Mármint a játékban, a valóságban gyönyörű ország, csak a játékban annyira nem dolgozták ki, hogy érdekeljen. Úgyhogy mi a spanyol területeken fogunk gurgulászni. De baromi szép a vidék, tök jó dolgokat kitaláltak. Biztos az alaptérképen is, mármint hogy azokon a térkép részleken is, amik bele vannak az alapjátékban, és ott is biztos, hogy csináltak valami fejlesztéseket, újításokat, hogy ne ugyanaz legyen. De én úgy azért jövök Spanyolországban, mert ugye az nincs kész. A játékban is az érdekesebb lehet a mélyen tisztelt kedves közönségnek is, akik már tizen vannak itt velünk, köszönjük szépen, hogy itt vagyunk. Afrikába is jó lenne lejutni, persze. Hogy nézegetem a lehetőségeket. Honnan lehet ilyen modokat letölteni. A szabadidőm engedi, akkor ilyen Brazília, Afrika ilyen helyekre is le kéne majd egyszer valamikor jutni. Jó lenne. Csak nem akarok mindig halál utazni, mert az már olyan unalmas. Mármint, hogy nem nekem, hanem hát a nézőknek. Szóval nem akarom a nézőket mindig halál utakkal untatni. Most egy kicsit ilyen... Szebb környékre megyünk. Na itt a francia zászló. Ezek szerint ez az alagút vége már a spanyol terület. A spanyol tartomány fele megyünk. Abban a pillanatban, hogy kijutunk az alagútból, már Spanyolországba találjuk magunkat. Ez egy ilyen csoda. Csodaszerű történet lesz. Na miben, hogy itt lesz a spanyol zászló? Ott a spanyol zászló! Buonasera! Vagy nem tudom. Muchas gracias! Mostantól kezdve spanyol nyelvre vált a live. De abban nem lenne köszönet. Lo grande ejito pirkipurti putto madre. Ott a szép kis hegyvidék. Az a Pireneusok, kérem szépen. Ti saját? Hol röpül a helikopterben? Van a napba? Nem töltötte be a grafika, mi? Na, játsszuk ilyen hideg-meleg játékot. Hideg, hideg. Meleg. Igen. Hideg. Meleg. Hideg. Meleg. Ott van, bazd meg! Hát, miért nem a H betűt keresem? Hé, hülye! Mit tetszik itt csinálni? Azon kívül, hogy bujkál. És még bele is olvad a környezetébe, az csodálkozunk, hogy nem látom. Jól telik a napja, uram? És tényleg mit csinál? Ezt fejtsük már meg, hogy... Nehogy kiszúrraszom a rotoroddal, baszott. Semmi felirat nincs rajta. Be is bagol szerintem. Keresed a leszálló helyet? Ott van. Nézd meg. Ha nézel így egyenesen. Hallod? Figyelj már. Ott egyenesen ott a H betű. Ott le tudsz szállni. Úgy. Még egy kicsit mennyi. És most egyenesen. Mondom egyenesen. Igen. Ott vagy, bazd meg mellette. Szálljál lefele. Igen. Jaj, de ügye! Bravo! Juhú! Király vagy! Jaj, de jó! Már megértem, hogy itt voltam. Ez sose szállt volna le, ha nem vagyok itt. Jól van. Letetted a helikopter vizsgát. Most már mehetsz egyedül. Jaj, de jó. Jól van, nem jöttem hiába. Tovább.
Azt mondja. Szóval az Aragóza ott tartottunk, így van, itt vagyunk. Hamarosan. Szóval, így van Zaragoza, ezt teljesen jól látjátok, mint ahogy én is jól látom, megjöttünk Zaragozába. Igen, anélkül is látom, hogy kiírnád, köszönöm. Ez úgy szép, helyi kaszinók, vagy nem tudom, kicsit ilyen Las Vegas feelingje van, de ez még nem a végállomás, a Las Vegas végállomás. Szóval, klassz. Mi? Átmentem egy vakontúráson? Mi volt az a ugra-bugra? Na menjen kollega, most egy kicsit konvojozunk. Hát pótosok vagy pótosok. Mi a két sávos? Mondom, baloldali közlekedés van hirtelen. Nem értettem. Mi van? Jó. Alapvetően együtt élek még ezzel a játékkal, csak nem mindig. Na itt is balra. Ja, a piros lámpákat nem veszik figyelembe olyan nagyon szigorúan. Itt Zaragozában. Na, itt ismerem a helyi yardot, úgyhogy... Meg ők is ismernek engem, úgyhogy már úgy vannak vele, hogy... Hát menjem. Ez hülye. Úgyse érti. És a szabályokat meg úgyse tartja be. Olajfort van az úton, jelezte a tábla, úgyhogy nem lassítunk. Igen, tehát a térképen ez az út jelölve van, viszont a GPS nem irányított volna erre, úgyhogy megnézzük ezt a Barcueros-t. Hát biztos, hogy lehet erre jönni. Erre kíváncsi vagyok. A GPS az innentől úgyse mutatja az utat. De érdekel ez az úthálózat, hogy mit tud. Szarvas ugrás tábla. Azért ezt megnézem, hogy itt mi van. Tehát egyenesen végig. Semmi extra nem lesz, úgyhogy GPS-t azt kikapcsolom. Mert az tényleg csak zavaró. Így, és akkor mehetünk. Hát ez egy ilyen egyirányú út valószínűleg, de... Kíváncsi vagyok, hogy itt mit tud ez a dolog. Ja, tényleg. Szóval látok már rám, hogy sötét van. Nem lehet közlekedni. Na, mindjárt jobb a helyzet. Na, megnézzük ezt a mellékutat. A Barcueros-i mellékút. Ez most konkrétan bevisz minket majd az erdőbe. Itt egy percig sem kell aggódni. Fakereskedő? Hát akkor ezek szerint az a helyi Oregon. Meg vágják ki a fákat a kurva nénikéteket. Ennyire nem kell menni a profitra, srácok! Hagyjatok is belőle! Nem lesz tiszta a levegő, ha mindet kivágjátok. Elmebetegek. Itt is helikopter van. Már a helikopterrel viszik el a fát? Te ugyanaz vagy, aki az előbb voltál? Az előbb megtanultam... Itt hol akarsz leszállni? Már ennyire vagány vagy, hogy már H betű se kell? Jó madár. Neki nem kell. Ja, le se száll. Villog ittem. Termeljed a fát, bazd meg! Haszon leső brigád. Nem mindegy. Csak a haszon, csak a pénz, csak a haszon. Nem számít semmi. Nem ismerik azt a dalat, hogy ne vágják ki minden fát. Mert rábaszik az emberiség és az állatvilág. De kurvára. Ahogy azt hiszem, így van a dal. Na mindegy,
tovább akkor erre az erdős úton. Mi az Isten? Ilyen kis helyi megpihenőhely. Ez egy köd? Hogy mi ez? Nem grafikai hiba, itt valamit akarnak mutatni, hogy itt valami ködös, nagyon ködös itt valami. Belementünk ott valami tejfölbe. Ez valami termált utc? Én nem tudom, de itt nagyon párás minden. Bassza ki. Szerintem, ja. Most valami termált utc lesz. Helyi áztató. Na, menjünk be ide az a lagútba. Kicsit belenéztem a GPS-be, hogy mi van. Semmi. Továbbra sem normális. Hát ki. Hát tovább. Teljesen jó. Tetszik amúgy ez a kis mellék úthálózat. És azt tetszik, hogy jelöli a térkép. Itt már mi történt? El van görbülve az a tábla. Neki urott egy állat. Szerintem valami szarvas neki urott, mert nagyon ki van dőlve. Na mindegy. Termelik az ibolyát biztos. Jobb oldalon meg pipacsok szerintem. El. Egy elhagyatott targonca. Meg egy kis vityilló. Úthibák. Itt megmozdult a kamion az úthibáktól. És jelentem úton vagyunk. Madrid fele. Mi a szar ez? Ja, úthiba. Vannak ilyen úthibák. Na, ezek hiányoznak Magyarországról. Going is DLC-ből. Bocsánat az úrnak, nagyon szar az út, inkább előzök. A fene az jó dolgotokat! Kátyús utat tettek ide be. Hú! Hát bóckodjatok velem! Meglepetések is érnek még itt. Aztán a franc tudja, lehet, hogy Magyarországon van ebbe a Traxim mapon kátyú. Nem meglepődnék, ha lenne. Majd küldünk nekik e-mailt, hogy Magyarországot nagyon kátyúsra csináljátok. Na, valahogy itt tudnám megképzelni, ahogy itt az előbb átmentünk ezen a bukkanós részen, valahogy itt tudnám megképzelni Hungáriát. No. Azonja. Pígy puty jobbra. Ne szólj senkinek, hogy megelőztelek a záróvonalon. Itt sem voltam, biztos úr. Ti mit csináltok ott? Gyereket sétáltatnak? Beszarok, olyat még úgyse láttam a játék. Igen. Itt a hátul a szőlős veteményes, itt pedig ilyen hangulatos kis életkép. De komolyan, tehát ilyenekre gondolnak, ez engem mindig úgy hihetetlenül... Szóval na. Az ész megáll. No, akkor megyünk tovább közben. Egy pillanat. További jó sétáltatást kívánok, a buszos közben megelőzött, mert hát miért ne?
Hát de mostan már! Most Mir! Mir kellett megelőzni, nem tud várni fél percet, hogy én visszaszálljak a kamionba is. Az meg bringázik ott? Mi van itt még? Jó, oké, ez... Ezek ilyen mindennapos dolgok, de ebben a játékban abszolút nem így van. Ú, de be vagy baszva. Azt a minden. Így ment a csávó, hogy... Hát... Közel van a húsvét, mi? Hát maga. Kutyát sétáltat. Ne ruráj már! Ez a Traxim map. Na, igen, szóval vissza akarok menni a helyemre. A shape-be engedni. Hát sétáltatja a kutyát, ez. Hát ez kurva jó. Más, hogy gondolnak rá, az ötlet, meg az egész, tehát a hangulat, tehát annyira földobja az embert, szerintem az ilyen. Ilyen apróságokra gondolnak. Na. Ez érdemes modokat csinálni. Ha már az alapfejlesztők ilyenekre nem gondoltak. Ilyen kis apróságokra. Na, menjünk tovább akkor. Elvileg ráfordultunk erre a további kanyargósra. És biztos, hogy számtalan ilyen apróság el van rejtve ebbe a térképbe, úgyhogy érdemes bámészkodni rajta. Na. Ez egy hangulatos kis dombos város. Lejtő lesz. Huescabar, vagy valami ilyesmi citybe vagyunk. Hát helyiek biztos meg tudnák mondani, hogy melyik az a kisváros. Mindenesetre ide jöttünk. Jó, jobbra eszembe se jut menni, igen. Köszönöm szépen! Be tetszett engedni. Jó napot! Ez a helyi tűzépes. Csávó. Adja itt el a raklapokat. Egy raklap sört szeretnék, uram, onnan hátulról. Szabad? Venni onnan? Milyen sör ez? Maradjál nyugodtan! A csöndben van, azt te is kaphat sört. Hú, ez nem ilyen spanyol sör, ez... Nem, csak nem is cseh. Na mindegy. Majd legközelebb. Legközelebb lesz jó söröd, akkor visszajövök. Hát ezek itt meg mit művelnek? A szokásos ilyen bámészkodó sereg. A helyi bámészkodós lakosság. Jó, elhagyjuk ezt a kisvárost. Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Irány tovább. Mi ez? Kamionos találkozó? Hát ez szerintem az. Pót! Pót lerakó! Itt kereskedtek a pótokkal? Oda nézzetek, jobbnál jobbak. Fujifilm. Coca-Cola-s pót, bassz meg, Heineken. Hát ez kurva jó. De komolyan, hát menjetek már, ez rohadt jó. A semmi közepén egy ilyen pót lerakó hely. Nagyon be... Nagyon jó. Az egész. Nincs. Kinn a pusztaságban, hát ez a legmeglepőbb az egészben, hogy kinn a pusztaságban van ez. És így, csak így zárójelben megjegyezném, hogy akik ugye fejlesztik a DLC-s térgépeket, akár a RTS2-ben, akár az általam egyre kevésbé kedvelt American Truck Simulatorba is. Szóval az ilyen módokból lehetne ám ötleteket nyúlni. Én szerintem. Én meg itt fotózza izét a tavat az ember.
napot! Mit látsz? Szép a látvány, amúgy fasza. Figyelj, kedves uram! Maga mögött ezt a kamionost, aki dudál. Ezt fotózza már le nekem, és küldje el, hogy csak a rendszámát, hogy... küldje neki egy... fájdalomdíró szóló csekket, mert ez nagyon zavarta a fülemet, ahogy itt zúgott. Na mindegy. Na szóval csak annyit akartam az előbb így elmondani, hogy na. Hogyha csak ilyeneket beletennének az SCS szoftverni az ilyen DLC-kbe, és ezért kérnének el jó pénzt, akkor más lenne a hangulat az embernek, más... máshogy adja ki az ember a zsebéből a pénzt. Hogy érzi azt, hogy munka van valamibe. És ugye ezek egy ingyenesen letölthető mod mapok. Ez a durva az egészben. És láthatóan munka van benne, tehát... tök jó, tök jó. Tök jó, hogy gondolnak rá. Ilyen hangulatjavító dolgokat beletegyenek. Még ide a sivatag kellős közepébe is. Van még hova fejlődni az SCS-nek, a, főleg a kreativitásuknak. Sziasztok, tehenek! Az ott mi? Ezt is megnézem, nem tudom mi az. Jól sejtettem, ez egy csorda tehén. Ne. Csak ilyen grafika, tehát nem mozognak meg semmi, de... de rohadt, rohadt sok meló van ebben, meg rohadt jó az egész. Nekem ezek úgy bejönnek ezek a dolgok, hogy így... ilyenekre is gondolnak, hogy... egy-két naturális tehén hátul, meg egy komplett csorda grafikailag megoldva, tehát teljesen ebben van. Nekem ez nagyon bejön. Csak dicsérni tudom ezt a map fejlesztő munkatársakat, akik csinálták ezt a... itt is milyen kurva szemetes volt minden! Na ez viszont... ez viszont... ugye hát... nyilvánvaló, hogy ez a valóság, de hát nem tud... ezért kár, hogy ilyeneket is látni kell. De hát sajnos ez így van. Szintiszta valóság. A fakitermelés, jó pénzért, környezetszennyezés, szemetelés formájában, meg műanyag eldobálás, meg nem szelektáljuk a hulladékot, meg hát ki tudja. Főháborító. De sajnos az a szintiszta valóság. Úgyhogy még valóság hűnek is mondanám ezt a map modot. Teljesen életű dolgokat látunk benne. De hát bárcsak én éneket látni. Hanem az emberek végre megtanulnák a helyre dobni a szemetet, vagy felszedni a szemetet, ha látják. Itt ezek ilyen dolgok. Hú, ez... ezt is megnézem, nem tudom, hogy itt láttam. Épp azért. Ja, de jól láttam. Csirkék! Legelnek, bazd meg. Jó, hát a maga módján nem nagyon mozog a lába, de hát most ezt nem kell észrevenni, hát... ennek tapsol a lónak, beszarok. De komolyan. Tanítsd meg neki, hogy ül. Tapsol, én megtapsolom, én a térképkészítőket megtapsolom, hogy ez óriási. Egy kutya őrzi a raklapot. Két kutya pluszban hátul a farming szimulátorosoknak a kombánya, szóval na. Bravo. Annyira felemelő dolog ilyeneket látni, hogy milyen dolgokat kitalálnak. Hoppá, egy kicsit megdobta a bukkanó a cuccot. Nem baj, haladunk. Na, itt írta, hogy mi merre. Hát én megyek a GPS után, mert azt be van állítva. Egy mini hidacskán megyünk át. Hú, de nagyon dolgoznak a farming szívó. Verseny van, verseny van! Na? Ki ér először az út végére? Egyelőre, ha jól látom, a második, innen alulról a második vezet, nagy erővel. Nagyon szépen darálja, nagyon szépen darálja.
valószínűleg egy kicsit úgy oldalazva megy, így nem fogja megnyerni a versenyt valószínűleg a... az első, de nagyon zárkózik, ott a hátsó taktus, az nagyon le van maradva, az egyre inkább le van maradva, ők lehet, hogy más benzint használnak, de ők egyre inkább kezdenek lemaradni. Gyere, gyere Egér, nyomjad neki, még be lehet hozni ott hátul a, hátul az egyes pályán ott kezd, mint a kezdene főzárkózni a hátsó, de egyelőre még nagyon jó a verseny. Nem, nem, az egyes most megint kezd, mintha kezdne lemaradni, és a kettes az újra nagyon, nagyon besz. Hát ez egy hosszú-hosszú verseny lesz ez, de nagy valószínűség szerint innen az alulról a második pályán haladó kombájnos fogja ezt a versenyt megnyerni. Igen, valószínűleg. Hát még hosszú a táv, de remélhetőleg a hátsó két pályán lévő kombájnosok is majd felveszik a fonalat. De gratulálunk a második pályán induló kombájnosnak, ő valószínűleg ezt megnyerte ezt a versenyt. Köszönjük szépen, láthattuk ebből a versenyből egy kis részletet, úgyhogy haladunk tovább. Itt meg egy fa nőtt az út közepére? Hát benőtt a fa az út közepére? Mi a retek van? Egy karácsonyfa az út közepén? A gyerekek! Ezt ki kell kerülni, nem? Hát, ez nagyon jó. Tök jó. Igen. Kollega, látott már ilyet? Fa nő az út közepére. Azért eszem meg a... Várjá! Köszi. Köszönöm szépen a lehetőséget, csak... Épp most nőtt ki egy fa az út közepére, azt ki kell kerülni. Ilyenek vannak. Hát ez valami elképesztő, ez a map. Brutál dolgok vannak benne. Természetesen majd a videó leírásba el fogom helyezni a linket, ahol le lehet tölteni ezt a mapot, és ki lehet próbálni. Elméletileg a legfrissebb játékverzióval működik jelen pillanatban, ami az 1.34-es verzió. Ezzel ki lehet próbálni. Kis útszűkület van. Baleset. Mentős, tűzoltó. Komoly kis baleset volt ez. Gyorsan megnézzük, hogy ezt hogy gondolták. Lassan, mert event van. Fölborulva az autó, ott viszik a sérültet. Igen, hát ez kiégett az autó, ez azért komoly baleset lehetett. Igen. Helyszínelés nagy erőkkel zajlik. Pedig mutatja, hogy hát... Lassítsatok, bazd meg! Ha, probléma van. Úgyhogy gyönyörű. Na, vissza kéne jönni. Természetesen ez single playerben játszom ezt a modot. Már kérdezi. Multiplayerben ilyen modok nem engedélyezettek. A legnagyobb sajnálatunkra. Uppá, egy kicsit meghúztam, nem baj, úgyis itt helyszínelnek, úgyhogy... De majd, ha ott végeznek, akkor majd ezt a kedves autóst, akit picit megpöccintettem, azt majd ellássák. Na, menjünk be Madridba, mert mutassa a tábla, hogy kéne hajtani. Igen. Tessék haladni. Igyekszem olyan grafikával játszani, ugye, hogy ne terheljen meg se a gépet, se a közvetítést, live-ot. Tehát nagyon közepes grafika, nagyon közepes streamelési beállításokkal, semmit nem húzok föl maxra,
semmit nem húzok le a legminimumra, minimumabb beállításra se. Pont ilyen átlagos beállítás legyen. Ez a lényeg, lényege, hogy tudjátok is nézni, ne szaggasson a képet, ezek ilyen alap dolgok, amiket meg kell tanulni mindenkinek, aki streamelni akar. Aztán nyilván lehet később fejleszteni is, de hát ez attól függ, hogy ki hogy szereti csinálni. Na elméletileg... igen. Igen. Jó, akkor egy pillangó, ahogy én hívom. Ezt főleg Márknak mondom, aki új néző. A GPS-en alattam ez pillangó kereszteződésnek hívom. Ebbe szoktunk néha így körözni multiplayerben, hogyha ráérünk, meg bolondkodunk. De most erre nincs idő, úgyhogy csak bemegyünk a fővárosba, aztán befejezzük ezt a spanyolországi kirándulást. Mennyi a rép, kösz! Mondom, mennyi a rép. Na! Na hát, Márk, te is sokat játszottál, akkor te kollega. Kollega vagy, neked nem is kell mondani semmi. Mindenbe képbe vagy. Így van, egyenesen Madrid. A főváros. Gondolom. Piros a lámpa, nem baj. Nem baj. Nem volt veszélyes. Csak egy kis... Madrid! A tábla szerint is megjöttünk. Juhú! Ez a valóság. Ez a Real Madrid. Ó, piros megint. De ez most már, ez már csúnyán piros, itt meg kéne állni. Ú, ott a rendőr. Picit megkocoltam volna ezt az autót, ez meg megkocoltam a rendőrt, az lett volna úgy viccesebb. Nem adtuk meg ezt a lehetőséget. Köszi Márk a követést egyébként. Várunk vissza akkor legközelebb is, ha így gondoltad. Tervezek még itt a Twitch-en live-ozni. Ugye én próba jellegű live-os vagyok itt a Twitch-en, azt is elmondanám. Tehát én most csak így teszt jelleggel live-ozok itt a Twitch-en, alapvetően a YouTube-on szoktam live-ozni, csak most átjöttem egy picit kipróbálni ezt a dolgot. De a YouTube csatorna a fő csatornám egyébként. És érdemes körülnézni, főleg neked mondom, Márk. Ha gondolod, akkor hú, a rendőr autós! Mit csinálsz? De mit csinálsz? Hát most ki volt a hibás? Jössz be a körforgalomba szétnézés nélkül, mint egy őrült. Na. Megpihenünk a hotelba, hosszú útunk után. Meg kényelmesen. Pitty-putty. Úgy is van. És akkor így a free kamerával. Itt is van helikopter, nézd meg. Mit? Ebben az országban több helikopter van, mint lassan, mint autó. Hihetetlen. Elképesztő. Na így néz ki egyébként Madrid, gyorsan megcsodáljuk a fővárosunkat, vagyis hát spanyol főváros. Így néz ki ez a dolog, így háttérügyileg. Hátul pedig a lenyugvó nap. Mondom, alapvetően így a városnak a nagy része egyforma. Mindent ugyanazon a sablon alapján készítenek el. Ilyen kis kiegészítőket csinálnak, mint például itt ezek a kis monumentek. Ilyen kiegészítők vannak a különböző nagyobb városokban, amikkel kiegészítik a dolgokat. Ezt kell erről tudni, de az alapsablon az is minden városnál ugyanaz. De ezek a nagy monumentek ezeket jól szoktak kinézni. Na, én megköszönöm szépen közben a figyelmeteket, hogy itt voltatok velünk, ez volt a Truck Sim Mapnak a spanyolországi régiójának a bemutatása, remélem tetszett a videó. Vágott változatban a YouTube-on megtalálható lesz a összefoglalójának a live-nak. Köszönjük szépen a figyelmeteket, itt a Twitch-en pedig találkozunk legközelebb is élőadással, tartsatok akkor is velünk, ha tehetitek. Én Chris Tracker voltam. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek a figyelmet, minden jót, további szép estét, szép napot kívánok, sziasztok!